segíteni most valamit? Még itt vagyunk? Nem, semmit, semmit. Azt mondják meg, ha sütök tojás, mert másom nincs, meg innivalóm van. Sőt, mi hozunk be, hoztunk magunkkal. A Kati otthon csomagolt egy csomó kaját, mi is csomagoltunk, hoztunk tonikot, juice-t, minden nyavaja van nálunk. De hát nekem azt egyik meg, amit én csinálok. De érte néni, most ebéd, most álltunk meg, fönt a bakonyban van egy parkoló. Fölvágottat is hoztam. De Ilka néni, most ebédeltünk. Azért jöttünk később, mert megálltunk egy parkoló helyen. Hát akkor, ha innivalót hozok. De ezt kérdezem én is, hogy inkább behozunk mi a kocsiból innivalót. Mit tetszik? Az otthon vigyált meg, amit én hozok, az hát kell megenni, meg inni. Úgyis egyik kézen, mikor egy kis itt volt velek, azt hették, amit hoztak. Mert akkor járt a szám, nem oda volt az eszem, egyszer csak azt mondják, ők már mennek. Eper, meg ribizliből, szörp. De barom is van. Ribizlibor. Szalámit hoztam a bódból, olyan, tudjam, ha meghozok 20 dekát, ilyen 4-5-ször nekiállok, mert eszembe jut, hogy tudja, mit írnak az újságok. Hogy a dökkútból előhúzzák, fődolgozzák, aztán úgy átveszik tőlük, átveszik azt állat. Nem akarom az étvágyokat állni. Nem tudom, mi van velem, egy pár év óta ilyen vagyok. Valami eszembe jut, nem úgy vagyok, hogy nem tudom megvenni, megveszem, aztán. Addig teszem, veszem, olyan kevés elég, hogy őrület. Azért aztán csak a csont meg a bőr vagyok. De azért, ha nem dolgozhatok, akkor abban beleőrülök, ha nem dolgozhatok. Aztán jól megszittem az iba, hogy hát így kell, ennyi időre kell gyönnötök. Hát egész nyarat itt lehetnéd, de megmondtam neki. De főznöd neked kell, mert én akkor főzök, ha jó kedvem van. Ha nincs eszem azt, amit találok elő, hátul, aztán jó van. Most meg aztán mindig annyi süteményt, mindent össze szoktam sütni. Szomszéd gyerekeknek, mindenkinek jutott belőle. Most meg mit gondol, a gázom már lassan egy éve lesz. Főzni tudok rajt, sütni meg nem. Itt ez brú, így a szállottya elhagzik. Na hát most aztán annyira akartam, mondom, elmegyek, aztán veszek, de most meg nem tudok menni. Félek elindulni, hogy az úton ér valami. Míg abban a rossz lábbal jártam, nem is tudom, kidobtam valahova, spájzba van alig, hanem. Szét, mert mit gondol itt az egész száján, aki itt alul is, nem szét ment. Már ez a cipő tartotta össze, hát ez meg már régen meg volt, ő tudja, hogy már mikor kezdődött az, hogy kaptam. Most elővettem, most az agyon szakítja, mert ugye kisoványodtam belül, belecsúszik a lábam, aztán agyon szakít. Na, hoztam be egy kis kristályvizet, jó? Kristályvizet. Most ez nem tudom, hogy mennyire tessék megnézni. Még a párom így addig. Nagyon meleg lett? Nem. Nagyon-nagyon szép a kert. Majd hozok egyet-kettőt, aztán megmutatok belőle. Ez csak vászon, ez festette, nem hímzett. Csak a szélit szedtem be neki. Ja, hogy hívják a... Majd hozok egy párat, megmutatok.
Hát arra, szóval arra az Alföldön menni, ott hagyták, a fiatalok vették a faluba házott, a tanyám meg az öregiket ott hagyták, azt nagyon veréküket, azért a kevés nyugdíjét. Egyéb sincs, a rádió is mindig beszámol róla, meg a újság is. Na. És akkor nem is tetszett jelenteni a rendőrségnek? Dehogy nem. Mikor aztán ütülök, gyűjtünk, akkor bementünk a rendőrség. De ezt nem lehet kibírni. És mit mondott, mint mondtak a rendőrök? Fővették a panasz, aztán jöhettünk, azt mondták, majd étesítenek. Majd vizsgálják. És ez mikor volt? Múlt hét kedden? Ezen a héten kedden. Akkor lopták el a pénzt? Nem, akkor jöttem rá, nincs meg. Az olyan volt, nem tudom megmondani. Laci, nem tudom megmondani, mit éreztem. Nem tudom, de. Csak azon fohászkodtam, ha meg ne zavarodjak. Mert ennyi minden után. Soha se ősszel, se ásni, se ültetni, se az égvilágon semmit. Újabban már nem hoztak még az öreg aptyok sírgyára se, koszorút se. Semmit. Azért mit írjak annak az Ibolynak is, mondja meg mindig. Ilyenekről számoljak be. Boldog lesz tőlük? Boldog? Hát de jobban ennek úgy kellene pedig csinálni, hogyha ilyesmik itt történnek, mert hogy csak annyi pénzt kellene itthon tartani, amennyire szüksége van Ilka néninek. Postán az de nem hát, nem Lacikám, hadd mondjam meg, ha mi az hiába törnek be a postára. Itt van egy ilyen ház, ez mit ér, ezért nem annak semmit. Most akkor. Itt is van öregek otthona, úgyhogy egy helyiség, abban hárman, négyen vannak, ha meghal valamelyik a helyet, vesznek tőle egyet, csak. Hát most én arra számoltam, hogy rakozgattam magat a rohadt forintokat, de mondom már 30 esztendeje óta jóformán, akkor azért rakozgattam, hogy láttam, hogy se ide, se oda, mert én innen ki nem veszem a lábom egyikről se, hanem ha meleg, ha megmozdulok, akkor oda, ahon gondviselőtte számíthatok. Na most akkor. Most már olvasgattam, hogy 1 millió annyira ketten vannak egy szobában, egy rendes helyen, érti? Ilyen állami rendesen. Ott 1 500 000 meg 1 milliót kell fizetni. Ahol 4-5 vannak, ott 250 000, 300 000, 500 000, annyi, amannyi. Hát ha én elmegyek, akkor nekem nem fogadnak be pénzét. Sehogy. Na de hát pont azért kellene azt a megtakarított pénzt a postára betenni. Oda is szántam, hogy beteszem. Akkor, amikor már az az 500 000 vagy 50 000 elvizélt, akkor menni akartam, és itt az a gigszer akkor ütött be. Nem mondom most, hogyan menjek. Ha bánt lenne is, vagy megvan, vagy nincs. Hiszen egyebár se hall az ember, mint az, hogy annyi millió tűnt el, de meg az, annyi millió nem, tűnt el. Az, ami betesz az ember. Nem ám a postáról, általában, de amikor ilyen vén vagyok. Még számos se tudok róla annyi, hogy azt a könyvet is el kell tenni, mert azt is elviszik, ha keresik. Mondtam is annak a fiatalasszonynak, aki ott van a postán, hogy majd kihozom. De mondom, akkor ütött ki ez a nem tudom én mi, aztán azt mondta, várjunk egy kicsit, majd elcsöndesül a házat, aztán akkor. Na hát, most akkor már a másik helyet meg megint volt. Akkor érzem ám jól magam, ha tudom honnan közelődni. És az már itt van a rossz ház, így is látni, hogy árok van, onnan jön a hegyekből rengeteg víz, akkor az összes utcavize is itt találkozik. Úgyhogy 3 nap is egyfolytában a ház előtt, ami kert van, vízbe állt. Főveszi a víz, hát mutattam az ajtót is. Főveszi a víz a házat jóformán. Hát most akkor, ha összödül vagy, nem tudom én mi, akkor hova húzódjak el innen? Azt se tudhatom. Meghozottam 50 kiló meszet,
meghaladtam 50 kilót cementet, még a cementnek lássa nagy része itt áll a hajtóba. Minden ujjam lukas, még mindig, mert hogy mostan most fogyogtak le a sebek az ujjam hegyáiről, innen is, már nem tudok ám mással vakolni. Kezem már, oda, aztán fogom a lapádot, abban meg végsimítom. És most már ház mögött is megcsináltam, a házalányt is megcsináltam, itt végig egyik saroktól a másikig, de bugyog a gádor is itt el a felső helyes. Megvan bögyökösödve, úgyhogy csak meg kell egy kicsit piszkálni, aztán megy le. Azokat is a botommal szurkáltam le végig. Aztán akkor levetve kérdi a csillagné. Itt a szomszédban volt, ezeknél én meg ott kint ügyködtem. Ika néni. Hát ezt kicsinálja meg. Hát mondom, kicsinálnám majd én. Hát mondom, ott a házat meg itt is én csináltam, meg a többit is. Akkor át nevetett neki. De tényleg a Icának a férje ezekhez mit szól, hogy a gyerekei ezt művelik? Otthon volt. Hát mert legalább... Az is otthon volt. És ők mit mondtak? Mit mondtak, mikor? Az Ica majd meg őrült, a Sanyi meg nézte még, mit mondok. Semmit. Akkor sem a nagyobbikat, amelyik elvitte, a kisebbiket várta meg a Liza is. Neki áthúzta a haját, ütötte a hátát, amelyik a 10 000 forintot vitte el. Nemrég. Ide jön, ott ahol ül, azt mondja, mama, adjál 10 000 forintot, mert erre is kell, arra is kell, anyúgy. Na hát máskor is adtam, de föltűnt nekem, hogy máskor a Lica küldött egy pár sort. Miért? Mikor ráteszi a pénzt, azt mondja, meg nem mondám az anyunak, hogy hagy ön. Miért mondom el, hogy ön, hiszen már egy éve lesz, ha nem volt itt. Azt mondta, ha majd álljön, de meg nem mondám neki. Megy innen ki, a kutya ott van megkötve. Mikor elmegy a kutya mellett, azt mondja, tudod, mennyire adnak ilyen kutyát? 10 000 forintért, mert nem tudom, hová való farkas kutya. Olaszország, anyu tudja milyen, honnan való fajta kutyát. Hazavitték, már kettő volt nekik, elzavarták őket. Nekem is volt egy kis szép kis fekete, ilyen hosszú derekú, alacsony láb, fekete kutya, mondom, hogy nagyon verték, megvakult. Ugye mondtam már, nem? Nem. Kilógott a szembe a fekete kutyának, annyira nagyon verték. Ki? Nem tudom ki. Kifeszítették azt a faházat, ami ott van, ahová meg van kötve. Akkor ide betörtek? Úgy vettem vágott fát, abból elvittek egy nagy csomó vágott fát is. A kutyát nagyon verték, mert meg volt kötve, ugye ott volt nekik. Akkor egy ilyen nagy csomó zöld drót. Vettem innen, körülött volna a drót, mert be van szakadva, másik faház, levitte a pléda tetejül a szél, mert a jó emberek leszették róla az összes köved, fát, mindent, mert mikor megcsináltam erre körbe, akkor faluzak voltak a dróthol. Most meg ilyen cementuzak vannak, hát a mind körül, ami ki volt szedve, azt főszóltam arra a plédetájára, ne tudja megbontani, mert plé van a tetején. Szépen leszették, aztán kivetkőztették. De még a plét se kaptam, mint vissza, azt is begyűjtötték. Még a fát is. Írtam én, nem volt itt van akkor? De hogy is nem. Hát olyan vihar volt, olyan szélvihar, de máskor is volt. Még meg nem szabadították a fát túl, azért addig meg volt a tető. Na nem, most ki lehet nézni. Na de amikor itt ellop, amikor a kutyát agyonütötték, akkor nem volt itthon ők a néni? Dehogy nem. Itthon voltam. És tetszett látni őket? Nem láttam. Ezt éjjel csinálták? Éjjel. Reggel az egyik szeme kilógott a kutyának. Meg volt fáj, dagadva a fáj. Nagyon rugódoztam.
lassan egy éve lesz. Nem jelentettem én senkinek, nem is mondtam másnak, mint a szemközti asszonnak, de annak is megmondtam, ne mondja senkinek. Már ha én kimondom azt, hogy kirágyanítok, főt a szintanak valahun, akkor boldog leszek. És itt tetszik tudni, hogy ki lehetett? Tudom. Itt a szomszéd? Ez egyik. Nem a hátsó, hanem a cigány. Ezek a cigányok itt? Egy hétig nem tudnám állni. Fiatal cigány család. S hányan vannak ezek itt? Sokan? Hát egymást érik a gyerekek, mert a bulinek. És mi a gyerekek csinálták ezt, vagy a... Az első gyerek annyi idős, mint a Linda fia, 4 éves. A másik most indult el a harmadik levőben. Akkor a férfi csinálta ezt? Az asszony... Mástam itt a kertet, a nagyobb gyerekére gyűjt. Virágzott az a korai szilva. Mondom neki, te ne vittél le a virágot, mert abból lesz szilva, aztán az mind a tiátek lesz. Onnan fordul. Mondja, van nekünk szilvánk, meg ilyenünk is van, meg olyanunk is van. Egyszer csak mutatja neked a fákat, hogy itt van az ő nekik, azt mondja, tavaly is volt. Aztán hamarosan úgy elgondolkodtam, nem szóltam neki rá semmit. Kapcsolta a gyerek, vagy mit, csak azt mondja, nem elném, se nem az anya, hanem az apu meg a bácsi. Azok hoztak nekünk. Hát most mondom, ha én ezt elmerem mondani valakinek, többet tud ő nekem ártani, mint amennyi hasznom nekem abból lesz a visszahozza. Ott van a WC mellett, amit ledobott egy ilyen nagy, tudja, mekkora ilyen nagy hosszú izék. Bádog? Plé. Bádog, na minden. Ott van a WC-je mellett. Begyűjtötték. Ami azok vitte a szél, ott, amit ennek kártyákbe vágta le. És az innen van, ugye? Kilátni az égleget. Ez még most, amikor volt ez a nagy cél? Nem, most már. Mikor volt? Még a télben volt. Uh-huh. Úgyhogy csak húzom a nyakamat, mert ha elgondolkodok rá, akkor oda lukadok ki, hogy jobb hallgatni. Mert mondom, a fiam is elmúlt 5 éve, ha nem volt itt, úgyis azért merik azt csinálni, amit csinál. Mert ha csak látnák egy héten egyszerre, egy pillanatra jönne ide a kapuba, ha bászább nem is, még akkor se. Akkor is látnák, hogy ide, hogy törődik velem a némileg is. De hát én olyan nagy szót mondtam, hogy 20 meg 24 évvel idősebbek az apósod, anyósod, a ház másik fele a tiéd, a felét kifizet. Na de hát... Mikor elkezdett épülni, 20 000 forintot adtam neki, de csak kölcsön. Abból 10-et visszaadott, a többi elment. Ruha is köllött, disznó, malac is köllött, el is köllött, örültem, ha... Na de hát neki kellene Ilka nénit segíteni. Hát... Arról szó se lehet. Ja. És Ilka néni ugyan most... Erre, mint hogy soha se a Zicának az ura. Egy se. Maga máson vésem. Fogódzok, Lacia. Egyik kezemmel a drótba, másikkal meg aratom leagasztottam. Hogy ne az égig érje. Ezek a itt, amit lakik szemben, fiatal ember, ez néha megkönyörül rajtam, mert ugye a víz folyik ott is. Ekkorára megnő. Aztán, ha itt a tövit le is aratom, egy ilyen szélességben, ahol elérem, a többit ő néha egy évben egyszer le sarabolják a számot. Tényleg Ilka néninek közérbe kivásárol? Egy Ilka néni szokott elmenni? Boltba? Igen.
Hát Amerika bottan. Annyit hozok a Manitába. Nem kell most hozni valamit? Voltam máma. Na. És van most pénze ők a néninek? Micsoda? Pénze van ők a néninek azért? Hát, maradt? Mert hagyok itt pénzt írt a néninek. Gondolhassa, ha más vitte volna, akkor nem. Ha elvitte volna mindent. Ugye? Már ki? Ha idegen tört volna ide, beérte. Ha nem hagyott volna. Hát az biztos. Na láss. Hát azért mondom. Meg ő, ha elment, miért nem jött vissza, amikor vártam? Hát nem. Az anyjához sem ment a gyereke után se, hanem harmadnak. Hát de azért én az Ica helyébe, meg a férje helyébe odaadnám azt a pénzt. Valahonnan. Ha volna. Hát, szóval... Ha volna. Ha volna, akkor nem gyűnnének azok is kérni. Ez a föld a Márton lányánál van. Ott van egy zsák buza, tegnap előtt hozta a férje, a Márton veje azt a zsák buzát. Azért, mert ott van 700 négyzetmérföld föld. Azért, mert az a föld, ő nekik szomszédjuk. Érti? Szomszéd, földszomszédna. Hát, hogy nagyobb legyen, adjam oda, mert hát eddig is már nekem az a tiász használta. Visszaadta, most termet nekem egy éven, ott majdnem tali van a kukoricával a padlás, a férgek főjárnak, mind fő tudják, mert nem téglával van lesáradva, hanem agyakkal. Hát a férgek már mind fő tudják, már mind az a kukorica megmolyosodott, mert nem tavaly termett, tavaly előtt, mert már tavaly a Mártonvájének termett. Meg az idén is. Na, tavaly nem hozott semmit, az idén hozta azt a zsákbuzát. De már olyan a kukoricám, hogy ott a folyósó végében van egy kis zsák enni. Ma vittem a tyúkoknak, már olyan is volt, ahogy markoltam, ha kukazos volt. Hát már nem nagyon akarják megenni, ugye csak kinyomba, hanem mindenféle fogyadékot. Aroknáig hozzá meg nincs, nem maradt több, mondom, ellopták, három szem tyúkon maradt. Azt is ellopták? Nem, azoknak vittem enni. Ja. Meg most mondom, hozta ezt a buzát a unok vejem, hogyan mondjam meg másnak? Mártonnak a veje. Uh-huh. Na, úgyhogy volt nekem ez a föld, a nagyot, azt leadtam az álomnak. Nem kaptam érte semmit. De nem segít senki megmunkálni, mert tudja, mikor a tiász kezdődött, akkor ment mindenki városra, gyárban, merre láttak dolgozni, menekültek. Még 5-6 évvel ezelőtt is vártam a falunak. Még most is megkérdik a boltba Ilka néni. Var még mindig várhatnék. Csak hát már megutáltam azt is, mert nem tudom én, mi történt velem az ember, ahogy vénül változik. Jó szeretem becsukolni, aztán hagyjanak engem. Ilyen lettem. Akkor, amikor állandóan emberek között, állandóan, volt 2-3 tanonc is, tanuló, be voltak iratva. Na, ipariskolába, érti? Be voltak iratva, úgyhogy akkor, amikor azt elmentem, egy meg is haragudott értem, mert azt a bödögére írták át másik mesterről. Szóval itt szeretett volna maradni, hogy én itt, hát miért hagytam itt? Annak a lánya itt a postás most. Azért mondom, hogy ez valami bámulat volt, olyan akarat volt bennem, aztán annyira fáj, majd bele őrülök, ahogy vizsgálom a gyerekeimnek a sorsát, hogy előtték. Még amit megtanult, az se folytatja. A Márton is, a buszvezet. Mit tanult különben? Ezért tanult Győrbe a ilyen gép és vagongyár, vagy mi a nyüveknek, a címenek jönnek ehelnek. Rába Etóba? Rába gép és vagongyár. Na, ott. Még repülőgép alkatrészeket is gyártottak itt. Gyűjtek érte, mikor hazagyűjt.
irkáltak, hogy olcsón szereznek neki bentlakás, albérletet, mert bentlakásul lelkésed már nem volt, hanem olcsón albérletet, ahol lakhat. Visszamehetett volna szakmájába minden, nem ment vissza. Mondom, most busz veled. Úgyhogy mind a kettőbe csalódtam, egyik bőselet olyan ember, amilyen szerettem volna. Tehát az ő dolgok, nem szóltam bele se házasságába egyiknek se, se más dolgába se, de mondom, hogy így jártam, annak is odaadtam, amit tudtam, a nyomorúságom. Emennek is, és ilyen két szemende el megöl. Úgyhogy, ha eszembe jut, remegek, se aludni, se enni, semmi sem. Mert az előbb Rába Etót mondtam, nem az Etót akartam, hanem Győrbe ilyen autóbuszmotorokat is gyártanak, nem? Én nem tudom, kedves, meg teherautómotorokat. Voltam is nálam, hogy mit gyártottak, én nem tudom, de itt van még a könyve is, amiből tanul, tudja. Úgyhogy mondom, sok lenne, amit már sokat el is mondtam, de mondom, az vigasztalna meg, ha nem kellene sehova innen menni, hanem itt meg itt aludhatni kell előtte. Nem tudtam még mosni se. Ott van két ágyhozat. Le is mocskos, ezt is nekő mosni. Mindent majd most próbálok bepótolni, amit nem tudtam. Egész most, hogy itt volt... Itt, hát múlt héten itt volt az a gyerek, az abszolút nem is segített itt semmit? Hát, mondom, ott vannak a nagykönyvek, azokat na, de úgy a... mosni, meg takarítani, ilyen semmi. Soha. Még az anyjuk se. Még az Liza se. Bevásárolni se vásárolt be? Oda elment, mert a cigarettái, meg gyújtó, meg ilyen. Adjak addig egy kis vizet? De azért mondom, hogy majd én adok, mert folyik az a rohadt kánna ott a rossz. Mire ára hozod, akkor már mind kifolyt belül. És mit teszik a kutya? Hatalmas karé kenyereget, meg étel maradékot. Olyan alapja van. Ám már te 18 éves napnál. Na, a dolgot mondtam? Nem. Annyi ides a helyként Attila. Kicsit fiatal. Mit tetszik üzenni Binéniéknek? Van azon a papíron annyi minden, csak győzzék elolvasni. Ahol már hozzá se kell tenni semmi. Így ezt dobjam be? Mondom, már meghalni készülök, én nem építkezni, meg nem tudom mit csinálni.
majd én meghasználom. Na, tessék mutatni, hogy, hogy hol, hol kapáljuk. Na, 80 éven túl jó lehet lenni. Nekem is nézni van egy. Köszönöm, viszont neked is. Itt is égig éragaszt. Na, itt is körbe kapáljam egy kicsit. Azok ide tették a sírt, mert ott van az három sírhely, kettő helye. Hát én költ a másodat egy átmiam ilyen. Azért azt mondtam, én ide ne, engem ide ne temessem. Ott van az apám anyám sírja. Majd annak két fémarok, amit aztán nyomdanak. Rájöttem én is. Menjünk. Na de ha tetszik mondani, akkor én azt körbe kapálom ott. A kertből nem osztunk virágot. Pár virágot hoznak. Thank you.
Thank you.